10 Tolna megyei alkotó kapott meghívást a bűvésztelep ezéri egyhetes programjára. A megyei önkormányzat kezdeményezése, mely Tolna megyei települések összefogásával valósul meg, és a helyi értékek védelme és továbbadása a célja, részeként dolgozhattak az alkotók Úzdon és állították ki műveiket Sárszentlőrincen. A megnyitón Fehérvári Tamás, a megyei közgyűlés elnöke azt mondta, a kultúra fejlesztése az értékközpontú szemlélet legalább olyan fontos elem Tolnában, mint adott esetben a települések fejlesztése. Az ember alkotásra született, ez a mi mottunk ennek a sorozatnak a szervezésében, és azt gondoltuk, hogy Tolna megyében számos olyan érték van, szellemi érték, kulturális érték, produkció, amelyet érdemes megismertetni mindenkivel, és ezért jöttünk ide ki erre a településre, és azért szeretnénk itt megmutatni magunkat, hogy ebben a táborban is micsoda értékek találhatók, és milyen alkotások születnek majd ebből a történetből. Ha itt körbenézünk, itt azért egy-két dolog már ki van állítva, és hát nagyon kíváncsi leszek arra, hogy amikor a táborra visszatekintünk, akkor milyen eredményeket tudunk fölmutatni. A megyének mindig értékek iránt jelentős volt az affinitása. Azt gondoltuk, hogy az értékeket menteni kell, az értékeket segíteni kell, hiszen ezért leszünk itthon Tolna megyében. Most keresjük azokat az utakat, hogy hogyan lehet a civil szférát megmozdítani, hogyan lehet bekapcsolódni egy megyei önkormányzatnak egy olyan közösség életébe, amely már meglévő és alkot, és hogyan lehet generálni ezeket a folyamatokat, mert néha úgy érezzük, hogy őnekik is szükségük van arra, hogy egy kis támasz, egy kis bátorító szó. Most nem anyagiakról beszélek, hanem arról, hogy itt vagyunk, arról, hogy megnézzük a kiállítást, arról, hogy szervezzük ezt a tábort. Én azt gondolom, ez egy nagyon fontos dolog, és nagyon emberi. A művésztelep szakmai irányításával Könyvkata festőművészt bízta meg Tolna megye. Évről évre erősödik, és ezáltal, hogy fönnmarad, már létjogosult, azt kell, hogy mondjam, illetve nagyon jó lehetőség az alkotóknak arra, hogy kiszakadva a mindennapjaikból, hiszen az egy képzőművész élete sem abból áll, hogy folyton a stúdiójában lehet, hanem azért általában dolgoznak a képzőművészet mellett, és ez egy nagyon jó lehetőség arra, hogy kiemelve, felmentve egy picit a mindennapok nyomása alól tudnak szabadon alkotni és közösségben lenni. Nagyon sokszor még emlegetik hónapokig, vagy akár az is egy jel, hogy évről évre szívesen térnek vissza hozzánk. Túlnyomó részt festészetet képviselő alkotók vannak, de van szobrászunk, aki installációkat készít, illetve egy ilyen érdekes kísérleti természetművészetben dolgozó textiles alkotónk van. Úgyhogy elég változatos a társaság, de a festészet dominál. A koncepció az inkább segítség, mert amikor parttalan egy helyzet, akkor sokkal nehezebb gyökeret verni, viszont a művészeknek is támpont lehet az, hogy van egy meghirdetett tematika, esetleg egy-két hívó szó, amihez persze nem kötelező, de lehet kötelezően ajánlott csatlakozni, hogy így fogalmazzak. Idén ez a helyzet is szülte, hogy ezek a hívószavak a túl a bezártságon voltak, és hát, hogyha körülnézünk, akkor szerintem a körülmények is mint egy illusztrálják ezt a két hívószót, direkt terveztük a zárókiállítást a szabadba. Hogy kinek mit jelent a bezártság és a szabadság, sok esetben egy élethelyzet függvénye is. Zicsi Judit festő a gyermeknevelés nehézségei és a vírusjárvány miatti bezártságból szakadt ki. De nekem a bezártság az nem azt jelentette, hogy én otthon nyugodtan ülhettem, hanem a három gyerek ugrált a fejemen, mondhatni így. Úgyhogy nekem itt ez a nyugalom szigete volt, és egy csodálatos egy hét olyan emberekkel, akikkel végre tudtam beszélgetni, mert a bezártság azt is hozza magával, hogy mi művészek kevesebbet tudunk egymással kommunikálni, ugye csak interneten keresztül tudtunk sokáig, de így ez nem az igazi. Van egy kis bibliai utalás az egyik képemen, ez a Nolime Tangere, amikor Jézus mondja Mária Magdolnának, hogy ne érints meg, mert még nem mentem föl az én atyámhoz, és hát ezt kicsit behoztam, ezt a dolgot, ezt az elutasítást, hogy most ne érints
meg, de ugyanakkor ugye tudjuk, hogy ő se zárkozott, nem elzárkózásból tette ezt. És még van egy másik pár a képemen, egy emberpár, így kergetőznek, és az egyik megpróbálja elérni a másikat, a másik pedig átszalad előre. Ez pedig ilyen kergetőző gyerekekre utal, játékosan, mert egy iskola udvaron voltunk, Úzdon, ahol kicsit ez a néhai, ezt a szellemet is be akartam idézni, hogy ott ilyen kergetőző gyerekek voltak régen, és hogy ez a fogócska, hogy megpróbálja az egyik elérni a másikat, ez egy utalás. A helyi identitás erősítését növeli megyei önkormányzat által támogatott projektben a továbbiakban is koncertekre, kiállításokra és az értékek tovább örökítését szolgáló vetélkedőkre kerül majd sor.